reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 9-én. Kérem szépen, majd jó kaját hoztam, ezt nagyon-nagyon szeretem. Ugyan nem rókagombás, de valami ilyen majonézes pácolt hering. Imádom. Tegnapi hozzászólásom, és a tegnapi reggeli beszédemhez egy nagyon érdekes hozzászólás jött ebben az ULEZ zónával kapcsolatban, hogy ugye az embereknek hát ellehetetlenítik a tulajdonának a használatát egy-két tolvonással, és ez nem egy helyes dolog. És mondta valaki, hogy Magyarországon pontosan ugyanilyen volt az állami dohányboltoknak a bevezetése, ami teljes igaza van neki. Leesel, káromkodni fogok. Az állami dohányboltoknak a bevezetése egy teljesen kádárista, rákosista államosítás volt. Semmi egyéb. Teljesen kommunista, rendszerű államosítás. Gondoljunk bele abba, emberek vannak is, mint hogyha hozzászól is mondta, valaki beleteszi a pénzét egy trafitba, arra alapozva, hogy most dohányból, dohánybevételből meg fog élni, és holnaptól kezdve hoznak egy törvényt, és kihúzzák alól a szőnyeget. Kezdi csókolom. Köszi szépen. Vagy ilyen volt a katatörvény, egyik napra a másra szüntették meg, minden előrejelzés nélkül. Mert hogyha azt mondják, hogy oké, állami használatba fogjuk venni, vagy állami monopóliumba fogjuk tenni a dohánytermékek forgalmazását 5 év múlva, akkor azt mondom, hogy rendben van. Ez egy olyan dolog, hogy fel tudják készülni mindenki, vagy meg fogjuk szüntetni a katát 2 év múlva. Ez rendben van. Totálisan ezt úgy hívják, hogy jogbiztonság hiánya. Belefetted el valamilyen pénzen, és holnaptól kezdve ellehetetlenítenek egy tolvonással. Teljesen így van. Volt egy másik hozzászólásom a vizsgarendszerhez. Hogy egy vállalkozó szólt hozzá. Kinevel egy gépkezelőt. Amikor gyakorlatot szerzett, el fog menni Angliába dolgozni. Egy válasz van erre, csak semmi más. Fizesd meg. Fizesd meg. Ennyi.
nagyon sok tényező játszik közre. Nyilván a vállalkozó érdeke az, minél kevesebb költséget okozva. De a bérköltség is beletartozik. A munkavállaló érdeke az, hogy minél nagyobb pénzt kapjon. Itt már eleve ütközik. Már eleve érdekütközés van. És nehéz egy középutat találni. De, hogy úgy mondom, hogy is mondjam, ha valamit valamiért, ez egy üzlet. A munkavállaló adja a munkahelyet és a szaktudását, akinek dolgozik, az meg megfizeti ezért. Aztán van úgy, amikor függővé teszi, azt mondom neki, hogy oké, kitanítalak, oda teszek a Józsi bácsi mellé, de 3 éve talál is nekem. 3 éven belül nem fogsz elmenni tőlem. Ennél például az állam egy fokkal nem különb. Mondok egy példát. Óriási siker történetén van elkönyvelve, hogy az állam rezsicsökkentést fizet. Tehát a rezsitnek egy részét átvállalja az állampolgártól. És ez fú, ez lesz micsoda eredmény, mekkora eredmény. Micsoda dolog, micsoda jó dolog. Kérem szépen, a sikertörténet nem ez lenne, hogy az állampolgár állami csöcsönló, mint segélyezett, hanem az lenne a sikertörténet, ha nem kellene rezsicsökkentést adni. De minden állampolgár ki tudná fizetni a fizetéséből. Na ez lenne a sikertörténet. Mert így mi történik? Így az történik, hogy az állampolgár hozzá van kötve az államhoz, mert a valami hülye ellenzék azt mondja, hogy ő eltörölni a rezsicsökkentést. Nyilván az állampolgár nem szabad a saját zseb ellen. Hozzám van kötve például a Fideszhez. Egyszer történt. De ez siker történetén van elközben. Mi ebben a siker? Azt, hogy annyit teljesen Magyarországon az emberek, hogy nem tudják kifizetni a rezsit? Az a siker? Hogy minden embernek állami csöcsön kell lórni segélyezettként? Ez a siker? Ez a siker? Mi ebben a siker? Mi ebben az eredmény? Ha? Kérdem én. Ha? Ha? Ez valami jó volt. És ebben tele van a média. És az emberek bekajálják. Fú, hát az állam fizeti a rezsit. Persze. Bazd meg, hogy rezsicsökkentésen állami csöcsön lóksz. Az lenne a siker, hogy nem kéne fizetni. Mert mindenki ki tudná fizetni a rezsét. Hát volt ilyen időszak, nem? Hát volt ilyen időszak.
évtizedekig fizettük a rezsit saját magunk. Fizettük a fűtést, vizet, villant, mindent. Nem? Na, erről ennyit egyelőre. Another stop. Another stop. Yeah. Puder, same, puder, top, another, okay, step, you step there, yeah, top, top, step, 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 yeah, yeah, yeah. Moment. Under. Step. Strap. Yeah. Hook under. No. Across. Nem tudom semmire.
csöndben vagyunk egy olyan sebésszel. Yeah, okay.
tudni kifordítani, bassz meg! Nem fogod tudni kifordítani! Üld hátrába, damper! Azt már megtanulta egyébként, hogy kanállal kell emelni. Arra már rájött a fiú, bár most... Ajja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 jj
Megfejezzem, mert jól van. Jól van. Mettes, de ment neki. Azért nem hülye gyerek, a lengyel se. Neki is van néhány év gyakorlata azért már. Srapsz!
hídai mozgás. Villány fájdalom rajta van. A világ fájdalom rajta van, csávó.
barát. Ki a faszomnak ki a bászlát? És már megyünk. Mit tépedek el, faszomat? Az emberemet viszi el. Az emberemet viszi el. Jó jártok bele, vigyétek csak! Jó jártok vele, barátok! Jó jártok vele! Figyeljetek! Okay.
downside to fucking. No. Can we get another concrete? Okay. Here, Tom. Yeah. Just one more? Just a little bit there. Just one more? Thank you.
China. France? China? Yes. Thank you. Where we ripped out by the car.